üdvözlök, JF-17 szkvadronos repülő, ami most jött be a frissítésbe, méghozzá Kínához. Ugye most már bárki idézőjelbe instant rank 8 ugorhat 1-es szinten is, jaj de jó, jaj de jó. Na de most térjünk el ettől, és az lesz a téma, hogy mégis megéri-e egyáltalán ezt a repülőt kikattintani, vagy egyáltalán rárakni a Squadron XP-t, hogy mit kell elő tudni. Ha nem akarod végignézni a videót, akkor azt mondom így előre, hogy ja, megéri, viszont vannak amúgy visszatartó tényezők is, amik amúgy eléggé nagy dolgok, idézőjelbe, szerintem. Viszont, na, az egyik hátránya az, inkább kezdjük most ezzel, hogy borzasztóan gyenge a hajtómű benne, ezért a gyorsulással katasztrófa. A végsebessége szintén szar, nincs benne radar lead indikátor, ez 13-3-ba azért elválható lenne már minden repülőtől, és itt ugye nincsen. Az ágyúd is, igazából az a FOS 23 millis MiG-21 ágyú, borzalmas, én szívből gyűlölöm. Valaki érzi, én nem, szerintem nem jó. Főleg ugye ebbe a BR-be, mint támadó repülő, nem tudom, az olyan nye. És igazából ezek az olyan rossz dolgok, de inkább itt ugye a engine, meg a végsebesség és a gyorsulás az, ami a legfőbb probléma a repülővel. De nézzük is akkor a jó tulajdonságait, hogy mégis miért jó ez a gép, és miért mondom még így is azt, hogy ez egy jó repülő, és megéri, hogyha megéri megszerezni. Az egyik az, hogy amint látjátok, picikét ilyen F-16-ra hajaz, viszont amúgy mondhatjuk azt is, hogy egy F-16 csak mindenbe szarabb. Ez odáig oké, viszont egy az, hogy alacsony sebességen borzalmasan jó dogfighter. Sajnos HMD-t sincsen, ezért ugye az limitál valamennyire, de Gunnery légiharcba, ha érzed a 23 millist, borzalmasan jó dogfighter, és az F-16-okat simán lealázod vele. Nyilván a Gripent nem, de a legtöbb gépet igen. A másik nagyon jó tulajdonsága, azaz frissítésnek az újítása, ami mégül is itt a modifikációkban fogjátok meglátni. Az egyik ilyen a Fire Snake 90A. Ez egy lézeres ilyen Hydra vagy S8, ilyen nagyon nem beszámítható, de lézeres rakéta. És ez egy nagyon jó dolog. Méghozzá azért, mert ugye lézer irányítása van, 10 kilométeres range-e, nyilván ebből az effektív olyan 4-6, de hogyha ezt ráküldöd az anti-airre, mondjuk egy 6-8 darabot, esélye nincsen kiproxizni, és fix kill. A másik ilyen jó dolog, hogy van rajta, ami szintén a frissítésbe jött be, a GDM-ek és a szárnyas bombák. Ezek egy GPS pontra fognak rámenni, nyilván a hátránya az, hogy nem trekkel mozgó célpontot, de nem is baj, lehet vele toszbombolni, anti-airt, kempereket, stb. Inkább egy fun meg érdekesség, mint sem effektív dolog, de mégis egy jó dolog, hogy berakták ezt, és most már egy ilyen opciód is van. Szóval, ja. Az SD-10-ek, amik ugye vannak rajta, 4 darabot tud vinni, ugye egy pillanat duplát, ez szintén egy nagyon jó dolog, mert így úgymond nem kell lemondani a teljes légiharc fegyverzetedről a Grand Pan mellett. Az SD-10 egy copy-paste PL-12, a PL-12 egy picivel jobb MREM, jó, most a gimbal limitje 5 fokkal kisebb, mint az MREM-nek, vagy pedig a proxy range-e 10 méter a 12 helyett, nem loftol akkorát, de ezek egyáltalán nem akkora problémák. Jobb G-tűrése van, gyorsabb, jobb a rakéta boostja, szóval ez egy jobb emlem, így összességében. Ugye nyilván megtalálható rajta a sima GBU, ugye ez nem maklimitált ráadású, mint például egyik sem. Van rajta nagyon nagyobb GBU is, nagyon jó targeting poddal rendelkezik, nagyon jó zoomja van, szép tiszta képe van termálba. Ugye van neked GBU 10-ed, ugye az 1000-es, minden széttép. Ez egy borzasztóan jó potens repülő. Viszont mivel a repülési teljesítménye nem a legjobb, ezért én úgy gondolom, hogy RRB-be nagyon nem fér bele a metába.
mivel nem fogsz odaérni olyan magasra, olyan gyorsan, amilyen te szeretnél és ahogy kéne. Nyilvánvalóan, hogyha fűnyírózik valaki, mert még mindig abban itt van, hogy az megéri, akkor lehet, hogy neki jobban fog működni. Viszont akkor sem mondanám egy jó gépnek, mivel nem fogsz odaérni a nagy actionig. Ezt amúgy én Grander Babe ajánlám mindenkinek, méghozzá ez a lodottal. Egy ilyen lézeres rakétapod, két darab szárnyas bomba, két SD-10, két PL-5. Ugye maga a PL-5, ami rajta van, az egy PL-5E2, és ugye a PL-5 alapból a VT-ben az egyik legjobb air-to-air rakéta. De ez ugyanaz, csak itt még jobb. Egy az, hogy all aspect, meg van neki IRC célme. Az IRC célme amúgy megegyezik mondjuk a Magic 2-ben használt, vagy pedig az R73-ban használt IRC célmmel. Ugye ez is a fovot szűkíti be, nem a szíkert kapcsolja ki. Szóval borzalmas jó rakéta, hamar elég, úgymond akkor füstmentes, és nagyon-nagyon hamar, nagyon nagy sebességet el tud érni. Tehát kiváló, egy rossz szó nem lehet róla. Mondjuk azt, hogy lehetne Thrust Vectoros, de hát ugye az már nagyon extra igény lenne. Ugye a line-upod is természetesen van hozzá, mivel ugye a repülő Skycraft-ként van berikva, a J-10-a Jetfighterként kettő darab külön spawn pontért fogod tudni behozni. Tehát nem az van, hogy a spawn pontod duplikálódik, mint például, hogyha kettő Jetfighter-t akarna, vagy kettő Skycraft-ot, hanem két külön spawn pont. És ez borzasztóan jó. Ugye a line-upod van hozzá rengeteg MBT-d, Light-od, Anti-ered, Helid, mindent. Tehát konkrétan ez egy borzalmasan jó line-up kitöltő repülő, effektív, és tényleg nagyon jókat lehet vele menni. Én nagyon szeretem, és nagyon pozitív csalódás volt. Egy pont jó pályát kaptunk, pont jó oldallal, és itt lehet egy nagyon jó flanket is nyomni, mondjuk kicsit rizikós, de hogyha összejön, akkor garantáltan rengeteg kilitbe lehet szedni. És mivel ugye az a lényeg, hogy a repülőt minél hamarabb behozzuk, ezért megpróbálunk egy ilyen spotolós kis light tankkal bejönni. Vagyis IFV-vel, de mindegy, light tank. Folyamatosan nézzük ugye, hogy ki hol lehet. Ugye egyik már bekempelt a spanya mögé, negatív kempelni. Ki gondolta volna, hogy egy USA main lesz, tehát nem is nagyon lepődtünk meg rajta. Borzalmasan idióták. Nem értem, hogy ért oda föl. Na mindegy. Ugye német és Amerika ellen tipikus csőlátás, tehát ezek a leghülyébbek. Fogalmuk sincs semmiről, csak lőnek, füstölnek, MG-znek ugye. Tehát borzalmas. És ezért szoktam ugye azt mondani, hogy általában aki repülőt hoz be, az többet hozzátesz a csatához, mint a teamnek a nagy része. Még ezt pont kilőtték, addig még odaért a rakéta, nem baj, teljesen jó így is. Az elszmókolta magát, lehet, hogy mellé lőttek, és akkor ugye megijedt. Nagyon sokat sebzett rá ugye a rakéta. Kicsikét ilyen ködös az idő, de nem baj, úgyis termálpodunk van. Most bekapcsoljuk a termát, kiválasztjuk a szárnyas bombákat, és amint látjátok, mint a verebek sorba. Dobtunk is egyet, meg oda is ment egy. Egyből kitérünk Defendre. És igazából nekünk semmi más dolgunk nincs, mivel nincsen enemi levegő, hogy csak spektételjük, hogy mit csinálnak a szárnyas bombák. Kimegyünk anti-air range-ből.
Van a raklad lehet ellenünk. Szóval 12 km ugye a V1 rakétának. Picit messzebbre is elmegy, de bőven 15 km-re vagyok, szóval tökéletes. Látjátok, ugye a bomba már elkezdett ereszkedni. Közben a flaraklatot kilőtték, amire dobtam. És ők is pont ugye arrébb mentek, de így is lett két darab killünk. Fordulunk ugye vissza. Nézzük, hogy milyen célpontok vannak még. Ugye RVR-en látunk egy adacot. Igazából azt kerestem, így sovány malac vágta közbe. És meg is találtuk. Itt jönnek ugye a lézeres hidrák, én csak lézeres hidrának fogom hívni. Rászpemelünk egy jó párat, kitérünk, és innestől kezdve neki reszeltek. Tök mindegy, mit csinálna. El is vitték ugye. Közben itt van egy ellenséges repülőgépünk, rá két SD-10-et, amit amúgy majd ki fog multipettelni, de nekünk van egy gepárdunk, az is tud minket zavarni. Inkább ráküldjük egy pár rakétát, azt is elvittük, és megyünk rá a repülőre. Inkább kettőt rálövünk, biztos, ami biztos, mert nem akarom leszedni azokat a heliket, amik fönn vannak, mert ugye nagyon jó legalább arra, hogy az antierek rájuk figyelnek. Közben elmentünk leszállni, és szépen keresgéljük tovább a célpontokat. Ezt a Black Hawkot néha használni szoktam, mert amúgy ködös időben letisztultabb, és jobban észreveszed az enemy tankokat, vagy igazából bármit a termálon. És igazából ennyi vele a gameplay. Itt is ugye ismerni kell az RVR-t, amiről beszéltem ugye a CAS alapokba. Alkalmazni kell folyamatosan, ide is dobunk egyet, ládobjuk az antiert is, egyből térünk ki. 9-et repülünk az antireknek mindig, lehet, hogy nagyobb sebességgel, szépen úton van a bomba is közben. Közben van egy adac is, meg egy gepárd, amit látjátok, van két kis fehér pont, az két helikopter, ugye mivel nagyon lassú, tehát ez egy helikopter lehet csak. Vagy Harrier nyilván. Folyamatosan nézegetjük, hogy mi hol van. Látunk egy kábelt, megpróbáltam végigkövetni, de nem nagyon láttam a gazdáját, szóval inkább leszartam, mert ugye van lent két légvédelem is. Nem találtam meg, inkább kitértünk, ugye egyet ki is vittünk. De még mindig van lent három légvédelem. Hát összességében ilyen ez a gép, és reméljük mindenkinek jó be lehetett mutatni, hogy mégis ez mit tud igazából, és miket lehet belőle kihozni. Szóval innestől kezdve mindenki saját maga döntse el, hogy megéri neki, vagy sem.